Megkísérelték a boldogság úgymond tudományával foglalkozók, hogy közös nevezőre jussanak abban, hogy végül is miben lehetne minden ember számára egyértelműen azonos jelentésbe foglalni ezt a csodálatos szubjektív élményt, hiszen éppen az a különlegessége ennek, hogy mindenki más tartalommal, másként, más által, másnak következtében éli meg ezt az állapotot, amit, és itt a definíció, a megelégedettség jellemez. Tehát megelégedettnek lenni és elegendő, a szubjektum számára elegendő öröm élményt, boldogság élményt, kellemes, pozitív élményt szerezni. Tehát ha alapvetően elégedettek vagyunk magunkkal, a világgal és a kettő kapcsolatával, akkor boldognak mondhatjuk magunkat. Ezen belül természetesen egyéni színképben csodálatos, ahogyan ez diszperzív módon szóródik, hogy ki mitől, mi által boldog. Kutatásnak a kíváncsi természete, hogy azért 10 000 embert megkérdeztek, férfiakat, nőket egyaránt, hogy tulajdonképpen mi okozta a legnagyobb boldogságot, hogy mikor érezte magát a legboldogabbnak, kiderült, hogy az a kérdés az igazi és jó a boldogságra, hogy mikor voltál igazán boldog. De ez rávilágít arra a szubjektív ösvényre, hogy nekem, neked, minnyájunknak mi volt a csúcsélmény az életében, amikor igazán azt mondta, ez életemnek csodálatos pillanata, órája, eseménye. És bizony mi nők olyan csodálatos, de nagyon magas százalék arányban a gyermekünk születésével kapcsolatos élményt hoztuk. Noha, ugye tagadhatatlan, hogy ez a fájdalmasabb élmények sorába is sorolható volna, de mégis az élmény eredménye az a misztérium, hogy életet hozunk világra. A férfiak számára egy sajátos ösvényt képez az, hogy mit értek el az életükben, hogy vajon abból, akik ők, a saját talentumaikból mit sikerült úgy megvalósítani, hogy azt mondhatják, hogy fontos vagyok valamiben a világ számára, létrehozni valamit. És olyan csodálatos, hisz van egy régi mondás, amit mindannyian biztosan ismerünk, hogy ültess fát, nemz gyermeket, vagy hogy építs egy házat, az alkotás van benne, hogy alkoss, teremts, az alkotás és teremtő principium van a férfiak számára ebben, nőknek pedig az alkotásnak eme csúcsélménye, hogy mi gyermeket hozunk világra.